Ez egy úgynevezett kétfoton mikroszkóp, ami egy lézerpásztázási technológia, megspékelve ezzel a kétfoton effektussal, ami egy kvantummechanikai effektus. Ez egy olyan mikroszkóp, ami nagyon mélyen bele tud látni a szövetbe. Tehát ezáltal viszonylag sértetlen körülmények között lehet vizsgálni az idegsejtek működését, akár olyan körülmények között is, hogy az élő állatok agyában vizsgáljuk az idegsejt hálózat működését. Reméljük, hogy ez a technológia később alkalmazható lesz majd esetleg a humán kutatásokban, gyógyászatban is. Vannak magasztott céljaink, mint például szeretnénk eljutni odáig, hogy ez az orvosi diagnosztikában, terápiában felhasználásra kerüljön. Nem tudjuk a cél, hogy például az epilepszia terápiájában használjuk, vagy megoldást találjunk bizonyos betegségekre, mint például a vakoknak a látását helyreállítani. Tehát egyrészt kidolgozzuk azt a technikát, amivel terápiát tudunk végezni, másrészt megértjük azt a működést, amihez tudunk igazítani különböző technológiai eszközöket. 2007-8 tájékán építettük az első sorozat komolyabb mikroszkópot már, amiből ma is dolgozik egy még a laboratóriumunkban. Azt neves hazai kutatóknak sikerült értékesíteni, és aztán 2009-től Berlinbe, hát egyre nagyobb részére a világnak szállítottunk már gépeket. Most több mint 12 éve találkoztunk a Balázssal, és indítottuk el ezt az irányt. És azt lehet mondani, hogy egy csodálatos csapatmunkában dolgozunk. Mondhatnám azt, hogy nem is kívánok másnak jobb társat. Egyetemen, aki nekem nagyon inspiráló volt, ez a Dávid Gyulának a korai működése, Matolcsi György tanár úr. Kiemelni még Gnédik Péter, Geszi Tamás, Janszki Józsefet. Vannak olyan gondolatok, amik ott születtek ezeken a kurzusok, és sok-sok év elteltével most kezdenek majd működő berendezési alakulni. A példakép a sikeres fiatal vállalkozásoknak az elismerése. Hát ezért is így a példaképnek, hogy utat mutasson a magyar fiataloknak, hogy de bizony lehet Magyarországon működő bizniszeket létrehozni. Fókuszáltság, kitartás, érdeklődés, motiváció. Persze, hogy az eltére jártam.